Petra Bekkers Tútenzé újonnan választott polgármestere tisztelgő látogatáson, a Dunapart átadó ünnepségen járt Tolnán. A német város első embere fontosnak tartotta ellátogatni a tolnai testvérvárosba. A kapcsolatépítés most folytatódott azzal, hogy az intézményvezetőkből álló küldöttség látogatott Németországba. Ez egy különösen érdekes találkozó volt most. Főpolgármester asszony először fogadta a tolnai delegációt, ugye ő tavaly nyáron, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt választották meg, és ugyan meghívásomra ő néhány hónappal ezelőtt itt volt Tolnán, és mi egy kicsit bemutattuk neki a várost, és ezen felbuzdulva ő is azon igyekezett, hogy az ő települését egy kicsit közelebb hozza hozzánk, és bemutassa a települést közvetlenül. Tudni kell, hogy mivel már nagyon régi ez a kapcsolat, és minden évben van valamennyi látogatás. Egyik évben mi utazunk Németországba, másik évben pedig a németországiak utaznak hozzánk. Már nem nagyon tudtunk újat mutatni egymásnak. Ez a delegáció, ami most Tolnáról ment az én vezetésemmel, ez Zömmer intézményvezetőkből állt, és érdekes volt látni azt, hogy működnek ott intézmények. Két óvodába is sikerült ellátogatnunk, egy evangélikus óvodába és egy erdei óvodába, ami itt Magyarországon nem is működik. Mondjuk meglepődtünk akkor, amikor meghallottuk azt, hogy mennyi térítési díjat kell fizetni ott egy szülőnek azért, hogy a gyermeke óvodába járjon. Például az evangélikus óvodába több mint 300 eurót havonta, hogy ez a 100 000 forint körüli összeg. Ez elég meglepő volt számunkra, de azt mondták, hogy náluk ez teljesen természetes, hogy óvodáért, bölcsődéért ilyen magas összegű térítési díjat kelljen fizetni. A látogatás egyik legfontosabb elemeként értékelte a Petszafa Ágnes polgármester azt a hálózatot, mely a szociális segítségnyújtásra ad mintát. Volt egy ilyen szociális bolt, ami azt jelentette, hogy akinek a használaton kívüli tárgyait, itt most lehet szó ruháról, edényekről, bútorokról, bármilyen használati tárgyakról, ezt oda adományozta egy szervezetnek, jelen esetben egy civil szervezetnek, aki összefogta ezt az egészet. Ez a civil szervezet először az önkormányzat támogatásával, aztán most már önálló, teljesen önállóként működik, bérelnek egy hatalmas nagy üzlethelyiséget, és ott ezeket szortírozva árusítják. És azt a bevételt, ami ebből származik, az pedig nyilván szociálisan rászorult embereknek adják. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb értelme van ennek, mint annak, hogy ruhát osztunk. Nagyon nagy valószínűséggel nem pont erre három abroszra lesz szüksége, hanem sokkal jobban arra a pénzre, vagy arra az ebből a bevételből származó élelmiszerre esetleg, amit ezért kaphat. Tehát én azt gondolom, hogy fontos az is, hogy osszunk a rászorultaknak tárgyi dolgokat, meg élelmiszert, de talán fontos volna az is, hogy ezt az ötletet egy kicsit ugye magunk formájára szabjuk, és egy kicsit átvegyük. Pástiné Szentendrei Mária is a delegáció tagja volt. Gyakorlatilag ő koordinálja, vagy ő is részt vesz a hálóalapítvány munkájába, és arról beszélgettünk, hogy talán megkeressük azt a módot, hogy tudnánk ezt itt Tolnán is egy kicsit megvalósítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy a módszer megfelelő az adakozónak és a szociálisan rászorulónak egyaránt. A delegáció tagjai egyetértettek abban, hogy az infrastruktúrális háttér megtalálását követően egy hasonló kezdeményezés veheti kezdetét Tolnán.